A városi közlekedés ma világszerte a legsúlyosabb problémák egyike. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a járművek számának örvendetes emelkedése fővárosunkban is együtt járt a balesetek elszaporodásával. A villamos vasútnál, mely naponta 2,5 millió utast szállít, sűrűn keletkeznek balesetveszélyes helyzetek. Felelőtlen, könnyelmű közlekedés nap mint nap szedi áldozatait. Éppen ezért van szükség arra, hogy a villamos közlekedés hivatásos szakemberei, a kocsivezetők és kalauzok munkájuk során mindent kövessenek el a balesetek megelőzésére. Ennek egyik fontos feltétele az egyenletes közlekedés fenntartása. Ha a villamos szerelvények megállapított időközönként követik egymást, akkor a csatlakozó vonalakon közlekedő villamosok férőhelyeit is jobban ki lehet használni. Így megszűnik a túlzsúfoltság, könnyebb lesz a forgalmi dolgozók munkája, és az utazóközönség szállítása biztonságosabb. Persze a zsúfoltságmentes egyenletes közlekedésnél is akadnak fegyelmezetlen utasok, akik leugrálnak a mozgó villamosról, vagy pedig a későnkelésből származó időveszteséget a villamosra való felugrással akarják behozni. A kalauz kötelessége megakadályozni az ilyen könnyelműséget. Gyakori eset, hogy az utasok fogózkodás nélkül utaznak a villamoson. A sérülések elkerülése érdekében a kalauznak mindig hangos szóval kell figyelmeztetni az utasokat a fogódkodás biztonságára. De szólnia kell a fiataloknak is, ha megfeledkeznek az idősebbekkel szemben elvárt figyelmességről. Az ülőhely átadását sohasem rendelkező modorban, hanem udvariasan és jóindulatúan kell kérni. Sokszor előfordul, hogy a megállóba érkező villamost megrohanják a felszállók, és ezzel akadályozzák a leszállást. A kalauz irányító közbelépésével azonban elkerülhető a torlódás, és így a szerelvény nem áll feleslegesen hosszú ideig a megállóban. A gyors utascserélődés fontos tényezője az egyenletes és biztonságos közlekedésnek. Gyakori eset az is, hogy az utasok elállják a leszállni szándékozók útját. A körültekintő, figyelmes kalauz ezt azonnal észreveszi, és udvarias, de határozott közbelépésével helyet biztosít a zavartalan leszálláshoz. Nem csak szolgálati, hanem erkölcsi kötelességük a kalauzoknak, hogy a gyermekeknek és aggoknak a felés leszállásnál segítséget nyújtsanak. A leszállás befejezése után a csapóajtókat fel kell csukni, és csak ezután szabad jelt adni az indulásra. Ahol a járatok ritkábban közlekednek, indokolt a szaladó utas bevárása. Az egyenletes és főleg biztonságos közlekedés kialakításában a kocsi vezetőnek jelentős szerepe van. Ehhez elengedhetetlen, hogy tökéletesen ismerje útvonalát. Tudnia kell, hogy hol következik játszótér, iskola vagy egyéb balesetveszélyes hely, ahol fokozott óvatossággal kell vezetni. Állandó éber figyelem mellett még időben észreveszi a veszélyt és azonnal cselekszik. Mivel a villamos közlekedésben nagyon elszaporodtak a gyermekbalesetek, ezért a kalauzoknak nem szabad megengedni, hogy a gyermekek a lépcsőn lógva utazzanak.
Ne felejtsük el, hogy a villamos csak akkor indulhat, ha a lépcsőkön nem tartózkodik senki, és az ajtókat is felhúzták. A játszótéren vagy az erre kijelölt utcában futballozni nem utolsó mulatság. De a játék hevében gyakran előfordul, hogy a labda kigurul az úttestre. Ilyen esetben csak a jó reflexekkel rendelkező, körültekintő vezető kerülheti el a balesetet. Az udvariasság nem csak a gépkocsik vezetőire, hanem a villamos vezetőkre is kötelező. Éppen ezért kijelölt gyalogátkelőhelyek előtt minden esetben lassítani kell, vagy meg kell állni, és csak a gyalogosok áthaladása után indulhat tovább a villamos. Lassítani kell, és meg kell állni akkor is, ha az úttesten idős ember halad át. Ne felejtsük el, hogy az öreg embereknek gyengébb a hallásuk, rosszak a reflexeik, és ezért váratlan helyzetekben bizonytalanul viselkednek. Sok baleset származik abból is, ha helytelenül kezelik a villamos csapóajtóit. Ez a rohanó fiatalember egy kézzel nyitja ki az ajtót, nem csoda, ha kizuhan a kocsiból. Gyakran előfordul, hogy a szakszerűtlen ajtónyitásból kézsérülés származik, vagy a figyelmetlenül kinyitott lecsapódó ajtó becsípi a gyanútlan utas ujját. Az ilyen esetek elkerülhetők, ha egyik kezünkkel előbb a kapaszkodót fogjuk meg, és csak ezután nyitjuk ki az ajtót. A forgalmi dolgozók kötelessége felhívni erre az utasok figyelmét. Részleges kalauz nélküli közlekedés esetén a szerelvény indításáért teljes mértékben a kocsivezető a felelős. Ilyenkor a le- és felszállás befejezését tükörből állapítja meg. Majd bekapcsolja az indulásra figyelmeztető piros lámpát, megszólaltatja a berregőt, és csak ezután indítja el a villamost. Ez a művelet a kocsivezetőtől fokozott körültekintést és óvatosságot kíván. A váltókon való áthaladásra is nagy figyelmet kell fordítani, mivel a váltók helytelen kezeléséből már igen sok kisiklás és összeütközés származott. Éppen ezért a váltóőrnek, mielőtt a váltót kezeli, meg kell győződnie arról, hogy a keresztező irányból nem közlekedik-e más jármű. A váltót 5-6 méterrel a villamos előtt kell átváltani, úgyhogy a villamos vezető is meggyőződhessen a váltó megfelelő állásáról. Miután a váltón a villamos összes kerékpárja áthaladt, a váltót azonnal szabványállásba kell állítani. Ezáltal a saját jármű összeütközés elkerülhető. A váltókezelő legfontosabb feladata tehát, hogy biztonságos közlekedési feltételeket teremtsen az elágazásoknál és kereszteződéseknél közlekedő villamosoknak. Nyomógombos villanyváltó esetén a váltóra történő ráhaladás előtt a vezetőnek meg kell győződnie, hogy a váltónyelve megfelelően tapad-e a tősínhez. Ha ezt elmulasztja, könnyen így járhat. Kisiklás esetén a kalauz első feladata fedezni a kocsikat. A vezetőnek pedig gondoskodnia kell a forgalmi akadály elhárításáról. Sok esetben előfordul, hogy visszafogásnál, figyelmetlenség vagy sietség folytán a motorkocsi nem halad át teljesen a váltón, és így első kerékpárja a váltó előtt áll meg. Ennek az a következménye, hogy amikor a szerelvény előre menetben a forgalmi vágányra gördül, a villamos kisiklik. Elkerülhető a baleset, ha a váltón való áthaladást a kalauz ellenőrzi. Jelzőőrrel biztosított kereszteződéseknél már sok baleset fordult elő azért, mert a jelzőőr vigyázatlanul közlekedett az úttesten. A jelzőőr tehát csak akkor indulhat el feladatának teljesítésére, ha meggyőződött az áthaladás biztonságáról. Sajnos még gyakori ez a szabálytalanság is. Pedig ezen a helyen fedező jelzőlámpa biztosítja a villamos bekanyarodását. De úgy látszik, ezzel egyes gépkocsi vezetők nem nagyon törődnek. Éppen ezért a villamos vezető nem bízhatja magát egyedül a jelzőlámpára,
hanem óvatos vezetés közben meg kell győződnie arról, hogy a járművezető figyelembe veszik-e a lámpa tilos jelzését. A figyelemfelkeltés fokozására az ilyen veszélyes helyeken az úttest fölé hajló jelzőlámpákat állítanak fel. A villamosok általában biztosított útvonalakon haladnak, ezek kereszteződései előtt a közúti járművek kötelesek megállni. Mégis egyes gépkocsi vezetők megszegve a tiltó szabályt, könnyelműen áthajtanak a villamos előtt. Súlyos balesetekhez vezet ez a könnyelműség. A fővárosi villamos vasútnál minden hatodik órában történik baleset. A kocsi vezetők és kalauzok figyelmes munkával sokat tehetnek azért, hogy a balesetek száma fokozatosan csökkenjen.